Megkezdték a felkészülést az újpesti labdarúgók. A hét elejé sajtótájékoztatón a belga tulajdonos bejelentette, a csapat gerincét alkotó futballistákkal megkötötték a szerződéseket, és bemutatta az új szerzeményeket is. A labdarúgó bajnokság téli szünetében sok minden történt az Újpest FC-nél, amelyekről sajtótájékoztatón számolt be a belga tulajdonos. Roderick Duchatelet elmondta, a csapat gerincét alkotó régi játékosokkal szerződést kötöttek, de rajtuk kívül eddig egy rutinos és három fiatal futballista szintén aláírt Újpesten. Az utóbbi napok döntése alapján a szerb Nikon El Maestro és a belga Nikolás Prosmans is a lilafehérekhez került. Az U19-es csapatból Tóth Bálint lett az első keret tagja. Még tart az átigazolási időszak, ezért várhatóan lesz még bejelenteni való a későbbiekben is, mondta a tulajdonos, aki egy nyugodt szezont, illetve a Magyar Kupában sikeres szereplést vár a csapattól. Fodor Marcel Debrecenből került a Lilákhoz, ahol sikeres éveket tudhat maga mögött. Mivel az élvonal talán leggyorsabb baloldali védőjének számít, vele nagyban erősödhet az újpesti védelem. Azt várom magamtól, hogy nagyon jól fogok teljesíteni nyilvánvalóan, és hogy szeretnék játszani is. Úgy gondolom, hogy 24 éves vagyok, már annyira fiatalnak se lehet mondani. Tehát mindenképpen játszani szeretnék, és legfőképpen egészséges, és akkor biztos, hogy meg lesz a lehetőségem, amivel természetesen élni kell. A vezetőedző Zorán Spisság sem pihent sokat a szünetben. Utazott, játékosokat figyelt, jegyzetelt a füzetébe és ajánlásokat tett a tulajdonos felé. Mondhatjuk, volt beleszólása, kiket igazoljon az Újpest. Mindenféleképpen volt közöm, mert mindenki tudja, hogy Fodor Marcival 3,5 éve dolgoztam. Nikont még Angliában láttam és vele találkoztam, azután Nikon Valenciában előfordult, meg Schalkeba, de mindenféleképpen kísértem a pályafutását, úgyhogy én voltam az, aki a két játékost és a Prosment is láttam, igazából ez közös döntés volt, de őt is láttam meccseket játszani, és tudom, hogy kiről van szó, úgyhogy mindenféleképpen az én ajánlat volt, és én akartam ezeket a játékosokat, hogy jöjjenek Újpesten. A játékosok megérkeztek, az edzések is elkezdődtek. Nincs más hátra, már csak dolgozni kell. Nagyon kemény 6-7, vagyis 7-7 előttünk van, de mindenféle, ha ezt befejezzük, ahogy terveztünk, akkor mindenféleképpen jó eredményekre kell számítani. Az edző elmondta, immáron új segítőjével, a belga Marc Lilévré közreműködésével 4 hétig a fővárosban, illetve a Telki futballcentrumban készül a csapat, majd Törökországban remélhetőleg jó körülmények között 2 hétig dolgoznak a fiúk a bajnokság rajtja előtt.